Nem jutatlak három szóval, mert lehet, hogy van, aki nem is volt. Bár már harmadszorra vagy itt a Megújulás a Jövőért programon. Ő dr. Tarmai Ede orvostermészetgyógyász, és a mostani témánk, amire hát én kértem, hogy beszéljen nekünk a gyakorlati részéről, a test és lélek táplálékairól. Hát, hogy hogyan is megy ez a gyakorlatban, hogy hogyan tudunk segíteni önmagunkon, hogy egészségesek, hogy jól érezzük magunkat a testünkbe, úgyhogy átadom neked akkor azt. Köszönöm. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Ma harmadszor fordult elő az, hogy visszafordulok és beszélök. Az első tegnap volt, amikor az eső elmosta a Szegedet, és mondom, békét nem fogom megtalálni, jöttem Szombathelyről. De aztán úgy csak begurult a kocsi. A második, a harmadik pedig olyan gyönyörű előadásokat hallotta. De jó Isten, akkor mit beszélek én még a lélekről, hiszen mindenki már elmondta a magáét, csak éppen egy kicsit az én mondanival más. Én bevezetőképpen, hogy mondjam azt, nem szóltam hozzá. Első az, hogy sokban közös a nézetünk, sokban más. Én így tapasztalom akkor, amikor egy-egy beteget meg kell gyógyítani úgy, hogy előzőleg, hogy először is meg kell keresni a betegsége, ha nem javul, hát ha előző életéből fakad valami karmikus program, és akkor ott van az átok rajta, számtalan eset és gyönyörű esetek mondnak erről, az előző életét megtalálva gyógyul a beteg nagyon gyorsan. Miközben, ha a mindennapban kezeljük, csak gyötrődünk. Ez lehet egy nyaki gerinc sérből fakadó, annak imponáló, emelen igazolt, 80 tétletes néni kézről fájdalmai éveken át, holott csak lényegében 1600-ban, 1500-ban egy cigány torvaj volt, és a kezében maradt egy gyémánt. Amíg azt nem szedtem ki, addig meggyógyulva ez a panaszom megszűnt. De ugyanúgy lehet más eset. Vagyis azt mondom, a lélek örök, a lélek mindig leszületik, ahol várhatólag a karmikus programját végre tudja hajtani. Miért születik le? Mert Jóisten megteremtette a világot 6 nap alatt, olyan is lett észleljük. Erre úgy döntött, hogy szülessen emberkék, csillosítsák, kapják a feladatot. Amikor. Hát eddig ez még rendben volna, de amikor ő úgy észleli, hogy egy szerelmes pár, házas pár, vagy pár, mindegy, minek nevezzük, valamikor azt szokták mondani, hogy a lovokat egymás mellé kötik a szekérrel, és úgy élnek együtt, na mindegy, hogy ott tudja megvalósítani a programját, akkor lesz. Ebből jönnek a problémák, a különböző betegségek, ha kiderül, hogy az a hely nem az, ahova leszületett. Tehát volt esetben előfordul hirtelen halál is, mint lélekváltó bizonyítják, egy vagy két éves korban, mert még akkor az a gyerek éjjel egy-két órára elmegy lélektársaival szórakozni. Tehát, úgy tanulság, az életben soha nincs probléma. Mindig feladatot kapunk, tessék jól megjegyezni. Amit meg kell oldani, és ha megoldjuk, annál tökéletesebbek leszünk, mire a túlvilágra kerülünk, és annál magasabb szinten tudunk újjászületni. És ez a lényeg, most én ezen nem vitázom, hogy a testjéről vagy belőle, én azt mondom, amikor a devinám átlép, és ezt nagyon sokan bizonyították irodalmilag is, akkor kapok egy testköppenyt. Volt nem egy olyan eset, hogy 700 éve üldözik egymást, most is éppen válófélre voltam, és már elcsönösödtek, de hol az egyik fél volt a fér, hol a másik volt a feleség, és egymást így ült, és adták vissza a kölcsön, oda-vissza egymásnak a évszázadok alatt egy gyűlöltődés formáj, amíg ezt el nem várta valaki, mint ebben esetben is sikerült. Tehát nagyon érdekes,
De én így vezetném be azt, hogy a gyakorlatban, a gyógyításban úgy csinálom a gyógyítást, úgy holisztikusan. Erről volt szó, mert én hát egy ilyen nehéz szívet adok nekem. Holisztikus orvoslás a gyakorlatban, test és lélek táplálékai. Na jó. Lényegében arról van szó, tehát, hogy aki betegséggel fordul hozzám, akkor milyen felfogással, szemléletet közeledek problémája felé. Az egyén, aki leszületett egy adott körülmények közé, hogy karmikus problémáját meg tudja valósítani, ez az élethelyzet már meghatározza a személyisége alakulását, fejlődését, szellemileg és testileg. Tehát attól függ, hogy milyen családba kerül, milyen szociális és milyen kulturális körülmények közé. Közben élete fejlődése során kiderül, hogy ez a helyzet nem egyezik a leszületett karmikus programjával, akkor különböző konfliktus helyzetek teremtődnek életére. Itt két lehetőség van. Egy, ahogy Kerényi genetikus professzor mondta, az egyén a probléma megoldásakor mindig az általa vélelmezett genetikus részt választja. Vagyis, kezdjük először is azzal, hogy a problémát mindig az ego termeli. Mi feladatot kapunk. Van egy probléma, és az egyén nem az egész génlátszat használja fel a megoldásra, hanem csak egy génszakaszt, amit úgy érez, hogy jó. Ez vagy jól nem bizonyul, vagy nem, és betegség sora például autóim betegség indul el. A professzor úrral hosszabb beszélgettem előadása után, megegyeztünk egyben. Ha az egyén harmonikus életet él, akkor nem zárt a köldök csakrája. Harmonikus kapcsolata van a harmóniára törekvő kozmikus világgal, vagyis. Ha az én auraterem harmonikus, be tud kapcsolódni a kozmikus világ harmóniába, a kozmikus világ mindig harmóniára törekszik, számtalan eset bizonyítja, és meggyógyul, nem veszik el, ez rákos esetekben is bizonyítódik. És az egyén lelke nem problémát old meg, problémát mindig az egótelen, hanem feladatot old meg, és a nyitott köldök csakran át meg tudja nézni az egyén karmikus programját. Mit jelent ez? Mindenkinek a kauzáltalja, a körülmény mélyen, ott van az a leszületési program, lehet CD-nek mondani mai nyelven, és ha az nem zárt érzelmileg, gondolatilag, mentálisan, vagy egyéb, akkor egy percről percre el tud oda jutni, és össze tudja hasonlítani, hogy rezgésében, amit kapott, mennyivel ér el, és idomul hozzá. Vagyis, ha ő harmonikusan ér, és ezt lehet is mondani, hogy meditálunk. Megmondom, beszélni ezt a szót nagyon nem szeretem, mert illetve nem tudtam sosem meditálni, mert annyi időt nem tudtam csöndben maradni. A másik, hanem inkább azt mondom, hogy leülök, és összeszedem a gondolataim. És megpróbálok csöndben, hogy mit érzek, mi a lélek szava, mi más. Mint apám, amikor meghalt, előtte mondta, ő a keleti fronton egy háborús kórházat, mint mondtam, hozott haza, búcsú üzenetei. Fiam, tanuld meg meghallani a belső hangot, az a lélek szava. Hát nagyon sokan hallgatják, fülhallgatóval, anélkül egy tanácsot, már mondtam, mondja. Ami egy akármilyen nem probléma feladatnál, egy mondatos válasz. És így szokták mondani, az első. Hirtelen, ami jön. Vagy azt szokták mondani, aludjunk rá egyet. Atyunkra. Tehát, ami az első érzés, ami első gondolat, és egy mondatos, és az örömet ad, az a lélekszava. Ami több mondatos, körbejárja a fél világot, és mégsem jutott meg, az az ego, mert az problémázik. Mindig akadály, kisítőséget, gyanakvást, kételyeket teremt, stb.
és ez a balesetben. Ha nagyon jól viselkednek, akkor végén elmondom, majd szóját elmondjam. Azt hittem, hogy jól viselkednek. Hogy ha lesz mondjuk, hogy mi a hosszú élet titka. Mert ugye a genetikusok a kukacoknál kimutatták, hogy gyakorlatilag tehát nincs gén, ami az befejezni az életszakaszt. Ehhez egy másik kell, és akkor el tudják érni, nem ám a Himaláján, nem ám Gletscher-tavon, a 120 évetes, mint Ábrahám és egyéb. Na, miért tovább? Még egy mondod, ugye? Ja. Igen. Tehát helyesen választja a genetikus kínálatból azt, ami kell. Ha az egyén nem harmonikus, és rájke nem tud a köldökcsaprán át karmikus problémához eljutni, most ekkor kezdődnek a különböző betegségek, melyek mindig lelki okai vannak. Hát ezt nem is sorolhatjuk. A gerincsérftől kezdve, egy teniszkönyöktől kezdve, vállőzületi ok, mindennapos téma, térdizületi, vagy volt uram, bocsánat, olyan is, akinek másfél éven át a szívek atrofiás láttőcsont törése nem gyógyult meg. Ehhez én gyönyör voltam, segítséget hívtam. A nagylányom akkor éppen egészen tehetséges volt az ünne, de kézadult fényterápiával három nap alatt meggyújtotta gyakorlatilag. De lelki okai vannak, és akkor mondtál az illető újságíró, hogy életszakaszváltásban van, fia újságíró lett, vállalkozást indultanak, és bizonytalan, mit jelentett ez a fájdalom, és nagyon sokszor más is a lábam. Lépés kényszere van, de nem tud, merre menjen, lépjen, ne lépjen. Mindennek az az oka, és egy immunbetegségtől kezdve egyébben is. A feladat az orvostudomány gyógyszer alkalmazással tudja csak elképzelni. Az eredmény mindenki ismeri, a gyógyszer sejtek felszínén különböző receptorokat kötnek le, és az egyén önregeneráció, a fiziológiás életeni tartós vérrés javulása legtöbbször elmarad. Itt megint megállít. Tudni kell azt, hogy percenként 1000 gondolat érződik az agyunkban. Ehhez közel 1000 neurotranszmitter termel a szervezet, és az annonnal megnézték Amerikában elektromikroszkóppal, céltudatosan, nem véletlenszerre megy a megfelelő sejt, a megfelelő receptor többnyire, egyezik, mint kiderül, a fehérvér sejtek receptorai az idős sejtekére. Így érthető, hogy a depressziótól kezdve egyéb az immunerő csökkenés és egyéb sorra. Mondok az illetőnek különböző butétol, frontén, szamax, sorolhatnám a sort, amit szednek. Lekötöm a receptorokat, nem tud önregenerálódni, míg valamilyen módon feldolgozza a lelki problémáit, gondolatait, vagy segítséggel. Most legutóbb is van egy ilyen kis hölgy nálam, ő Gyuláról menekült egyeneszen Gotthárdig. Eléggé paramint teremtés, nagyon sajnálni problémában, de egyszerűen nem meri elfogadni azt, hogy szembe nézzen a problémáival és megoldjuk. Mert fél, hogy elveszti önmagát, mert meg kell változnia. Szembesítettem párszor. Aztán ugye elmenekült, nem szóltam ezt szól, és aztán most a napokban üzenlek. No, majd jön, kész. Amikor rájött arra, hogy igazam van, hogy neki kell szembenézni, csak az segítségemmel tudja átlépni a problémát, és nem a gyógyszerekkel, nem azzal. Ennek különböző okai vannak, lehet tornázni, étkezni, akármi, de ha a gondolat világát nem teszi rendbe, soha nem lesz meg. Két könyvet hoztam. Egyiket különösen javaslom, meg nem lehet kapni. De nagyon jó. Biblia. Kurt Tetterbein, az Európai Pszichológiai Pszichoterápiás Intézet igazgatója. Ez egyik legjobb könyv, az a több is jó. A szellemi törvények felismerni, megérteni, alkalmazni tudni. Éppen teljesen le van elemezve
hogy csak az én gondolatvilágomat ha formálom meg, és hogyan, ahhoz, hogy megüljön, és sarkás én ezoterikus téma, ne legyen beteg. Látom, valaki le akar élni. Kurt Tepperwein, W-vel és két T-vel, a szellemi törvények. Én megpróbáltam, megígérték, hogy megpróbálják előszerezni, 2005-ben annyit hívoztak jelennek, a szombathelyen helyen akar, pedig néhány barátomnak, sőt, egyik nagyfiamnak is kell. És még egy könyvet, ha már itt vagyok, ajánlom nekem, hogy legutóbb, és ezt meg lehet kapni, és itt, ebben a könyvesboltban is van. De mutassuk már itt föl, hogy akkor lássuk. Hát ez a Kurt Tepperwein, ez így néz ki, de nagyon sok jó könyve van, de ez másik, és ebben a könyvesboltban itt van, azonnal megvettem egy olyat, ami nem lenne, most az éppen, na mindegy. És ez majd kihangsúlyoznom az előadásomban. A szeretet öt nyelve Gary Kaplantól. Kiderült itt ennél a boltban, hogy van még másik két könyv is, mert én csak ezt az eredeti ismerem, ugyanis a szerelem elmúlik. De a szeretet nyelvét meg kell tanulni. És ez a gyereknevelésben is fontos. Majd a végén mondom, hogy miért, különösen cukorbeteg gyerekekről van szó, aki lényegében a szeretetet kell megvalósítani. Pedig minden szülő szereti azt a gyereket, imádja, és mégis a szeretet tankja a gyereknek üres, mert nem az ő szeretet nyelvén beszélik. Ilyen gyerek is volt, szülő is, aki a plafonon van, mert jó képességű a gyereke, csak éppen nem akar tanulni, és mondta, hogy megy haza, ez a gyereknek a nyelve a dicséret nyelve. De jó, hogy hazajötték, és de jó, hogy ráérsen, és se csinálták. Úgyis mondhatod, hogy gyere, menjünk, sétáljunk egyet, jó. Tehát a szép szó van, dicsérettel. És nem pedig így tombolva, akkor doszt nem csinálja. Az ő nyelve a szeretet, elismerés, dicséret. Ő csak minden nap a letolást kapja, az régi nyelven úgy fogalmazzák, ő lesz az ügyeletes rossz. Tehát eleve nem csinálja. De másoknál az minőségi együttlét. Mondom, mennyit szokott a gyerekkel együtt lenni? Nem tanulni? Gyerek is fiam. Most hétvégén ráérek. Menjünk sétálni, barátból. Együtt legyünk. De egy férj, egy feleségünk. Vagy fordítva, kinek mi a nyelve? Kinek csak a simítás a nyelve? Kinek csak ez, vagy csak amaz? Nagyon jól leírja ez a pszichológus doktor Amerikából, és sok példán át. Ezt most előre hoztam, ha már könyvekről beszélünk. Na most az a lényeg, hogy amikor gyógyítunk, tehát bejön a beteg, meghallgatom, elmondja a problémáit, és már akkor látja körülbelül, hol tart a lelki új világával. A hozzátartozót vádolja, az őseit vádolja, a munkáját vádolja, az életét, vagy egyáltalán önmagát emészti, vagy nagyon súlyos önvágyai vannak, és bezárt a lelke. A feladat a lelkét kell gyógyító pozícióba helyezni. És sűrűs példát mondok erre. Az illető hölgy 10 évvel ezelőtt, nagyon gazdag család, értekeztető mentek, sofőr vezette a kocsit, belejött egy másik autó. Nem ők voltak a hibások. Az illető hölgynek úgy pakolták vissza az agyát. Egyik szemét ki kellett venni. Egy év után. A klinikáról hazadták, úgy meghal. Görcsbe, csak a fényt látta, vagy sötétet, semmi memória, vagy valami. Elértük a helyi kristálylámpa kezelésekkel azt, hogy szépen javult. Beesett egy depresszióba. Mert akkor meg azt vette észre, hogy a férje már hosszú szárnyú, oda költöztette a barátnőt. Ausztriában nálam volt, akkor épp egy látnok, hogy megtanulja ezt a rendszert, mondom, gyere Mondi, nézzük meg, mit tudunk tenni.
Meglátta, és azt mondta, menekülj. A klinikai halál állapotában számtalan kórosú lélek beköltözött az aura terébe. Másnap visszamentem, megkérdeztem a lelkét a megfelelő módszerrel. Van-e még programja? Van-e még életútja? A válasz igen. Csak valaki szabadítsa meg a folytogató, bezártan tartó lelkektől. Hát kinyitva kicsit az ablakot, már csak a szíves kedvéért is, de egy óra alatt minden eltűnt. Ma 8 évvel telt ez a nő, fönt jár, olvas, ír. Egy kicsit maradvány tünetek vannak, tehát nem akarja, hogy a penekát lecseréljék, nem akarja, hogy főzön. Hagyják őt békén, nagyon jól érzi magát, olvas, ki is ki. De jól van. Tehát, hogy is mondjam, a lelket kell gyógyító pozícióba helyezni, de hogy meg kell látni, hogy miért van blokkba. Önmaga teszi, vagy egyáltalán. Látom a döbbent arcokat. Nem egy könnyű dolog, de ma este nem mennénk haza, ha az élmények alapján mennék, azért próbáltam írni. Tehát ha tisztázódtak ezek a kérdések, akkor el lehet kezdeni az egyén lelkét kivezetni a vakvárkányról. Minden betegség estén megvan az egyénre szabott gyógyító lehetőség, amelyben beletartozik az egyén életvitele, módosítása, lelkihez adaptálva, különösen fontos az egyén gondolkodásának átformálása. Az előbb említett kis hölgyén nagyon nehéz, de hagyom, majd emésze magát, megkapta a leckét, dolgozik benne a program, kész. Mozgás, táplálkozás, tűz kialakítása, egyén szabva az egyén lehetőséghez. Közelítsük a kérdést, kezdjük a cukorbetegséggel. Tini azt mondta, hogy itt nagyon sok cukorbeteg van, azzal foglalkozott, jó? Igen, hát igen. Nagyon sok kedves, édes beteg van, de nagyon régi témám a cukorbetegség. Néhány kongresszus előadásom nem mint természetgyilasz, hanem nyomeleg világon élve volt már olyan is, aki egyenesen diétamentessén is vált, mint cukorbeteg, egyenesen egy Belias Vándor gyűlöse 70 betegen bizonyítottam, ha azt úgy csináljuk, hogy életvitel és egyébek, akkor még a diéta is elmaradhat semmiszer. A cukorbetegség okát magyarázva ez a szoba után lenne. És akkor se tudnánk. Mi mindig maradna kérdés. De néhány dologban egyezünk meg. Minden betegség keletkezése, gyógyulása a szeretet hiány. És nem csak a cukorbetegség. Mindenki. E kérdést már Jézus is kiemelte. Szeresd önmagadat, fogadd el magadat, és a környezet szeretete, és legyen igen erős. Egy cukorbeteg gyermeket szeretnek szülei. Én még olyan gyereket nem láttam, hogy nem szerettek a szülei. Sőt, de vajon helyesen szeretik-e? Mert ha nem helyesen, az egyén szeretett tankja üres. Ezt a könyvet elolvassák, megértik, mit jelent. Lehet aggódni érte, és az aggodalommal külön beteggé teszem. Lehet a félelmet belültetnem, és ezzel külön beteggé teszem, mert zárom az aura terét. Az érzelmi csakráján, blokkolom. De ha olyan nyelve a dicséret, és lényegében az a biztatás és egy kis simogatás, mert kettő, három vagy csak egy főnyelve van, akkor az a gyerek önmaga, ha betartja egy mozgás, életvitel, egy táplálkozási rendet, önmaga spontán gyógyul meg a lelke, megtalálja a lehetőséget. Egy súlyos példát mondok rá. Sok körül. A lélek igenis tud gyógyítani. Jó páran jöttek már oda hozzám, hogy a Káli intézet meg egyéb se tudott gyereket produkálni. Mi igen. Az a gyerek antifoszfolipid szindrómás, ma 8 éves. Akinek legkésőbb 3. hónapos korában elugorták az anyuka. 8 évig boldog kapcsolatban. Genetikus titere volt.
És akkor feltettem magamba a kérdést. Ugye megtaláltak a lányomon keresztül, meg véletlen időn. Valamint osztálytársak voltak. Nem születne ilyen gyerek, sohasem, ha valami módon a lélek nem engedné. Próbáljuk megtalálni a kaput. Megtaláltuk. A májat, a lépet, az immunirányba kezelve, és a lelkét. És 4 hónapos korában elküldtem a nőgyászhoz, és nézze meg, hol tart a titere. Megszűnt a genetikus fehérje anya termelése. A lélek leállította. Ma a gyerek 8 éves. Ugyanaz a másik kislány is, egy aranyos kis csörp, és sose felejtem a Julikát, az is a 10 éves párkapcsolatban, 28 éves, magasan képzett kis hölgy, és nem tudott gyerek összelenni, mert Leiden szindrómás egyéb volt, és mindig elvérzett meg egyéb volt. És hát volt egy karmikus átka, előző életében megfojtotta a gyermekét. Ezt sikerült leszedni. Hogyan tegyük úgy, hogy sikeres legyen? Nagyon szerette volna a gyereket. Mondom, Julika, minden nap a gyermeket 1 napostól 3 éves korig elképzeli, lerajzolja. Rajzolja le. 1 hónap múlva elmesélt. Tehát ő oldotta fel a blokkot a lelkével, és sikerült. Tudod, bejárt kezelésre. Utána a gyerek úgy maradt meg, hogy ugye a nőgyógyász guideline-ja azonnal elrohant boldog a nőgyászot, rögtön beállított neki egy alvadásgátló tablettát, a hülye, hogy a placenta beágyazásban legyen vérzés van, és ilyen, hogy ilyen, a vérre, mondom, ki engedte meg a nőgyászot menjen. Jól megértette, nem ment el a gyerek. 2 hónapban megint elment, mert hát ugye benne van tanult ember, az ugye tudja, betartja a szabályokat. A nőgyász, hogy uzsuna, nem mondom, Jürika, befejeztük, megint vérezetet, és akkor vette a partnert, nagyon aranyos volt a hematológus, agyatos nő, leírtam neki, miről van szó, hogy kérem meghatározni a Leiden genetikus vérzékenységi titerét most, és majd 7 hónapos korában határozzuk meg. És megértette, hogy miért. És 7 hónapos korban kezdtük el, amikor már szabásunk kifejlődött, és nem érzett el a gyerek, hát a gyerek most 2 éves. De tulajdonképpen mindent meg lehet csinálni, hogy egyet jegyezzünk meg. Az Úr kérdezte a szünetben, igen, magán gyakorolja ki a hülyén kristálylámpát, a színterápiát, de mindenki először a saját lelkével kerüljön békébe, és akkor már gyógyul. Tehát ez az alap. A cukorbetegnél pedig azt mondja, szeress a gyereket, gondozza, de mint egy rákosnál, nem egy esetben a rákos beteg úgy gyógyul, hogy kötelezővé teszem a hozzátartozónak. Tilos őt rákosként rágondolni. Tilos őt félelemmel övezni. Belevinni a félelemet. Mert rákos beteg. Nem kellett műteni sem a mellrákját. Csontvelő áttét. Gerinc áttétek. Egyet a sebészén kikaput, hogy nem veszelök, hogy a többi máját. Az onkológus csinálta a maga dolgait, én meg az én dolgaim minden nap. Eltelt 2 év. De a családom neked mondva, csak arra gondoljanak, hogy egy egészséges, aranyos, nagyon rendes, ilyen művész tanárnő, beteg, a férjel, egy hegedű művész. Krisztina, csak alkosson. Most egy képet, most valamit. Akar menni érezni? Menj! Kész! Nem beteg. Végül ezzel a módszerrel elértük is a táplálkozásukat, hogy az onkológus főorvos, nagyon képzett onkológus főorvosunk van, 2-3-szoros PET vizsgálatot is elvégzett, és végül azt mondta, ne haragudj, a kezelésünk ellenére gyógyult. Tehát, hogy is mondjam, a lélek tud gyógyítani. Ha meg tudjuk szüntetni a félelmet, és üzentem a főorvosnak,
hagyja békén, és ne citálja többet ellenőrzésekre, majd figyeljük, ne növeljük a betegség tudatát, a félelmet. Mindenkiben a betegség ott generálódik, a félelemmel, amely a kettes csakrán, itt az érzelmi testet, blokkolja. Nem szabad. Az az ember, aki csak bizakodva, boldogan néz az életbe, az nem betegszik meg. Ha egészségesen él ebben a táplálkozás, a mozgás, például nem sok beteg, ugye most is volt egy beteg ottan, most neki szépen alakul az egyik ilyen bélrákos betegünk, a TV főorvosos modell jutott tanja, hivatalos módon is hozzám küldi, küldtek hozzám, ő magasan képzett ember, lámpagyártó, művészember, ilyesmi. Az a lényeg, hogy tanuljon meg megénekelni például a csakráit. Na mindegy, megmondom a hangja, az aura terét építse ki. Minden nap most már vett egy gumicsizmát is, és reggel el van kezdve, egy 4 kilométer gyalogol, kint a természetben, hajnalban, tehát éljen természetesen. Tehát először is a prána, hajnalban vehető fel, 2. A biogén anémiaink orvosilag nézve akkor aktívak, délután 4-kor már semmi, ezért a 104 éves nénikénk is úgy hallgatok a város közepén, sose látogat ki betegnek, mert hajnal 4-kor kent a város közepén megetette a gyúgat, mert fölkeltünk, megfűzött egyben, és délután 4-kor nem nézte azt, ami riogatná tévét, villanyát gyűjtött, csak nincses, és 5 óra fel lefekült tanulni, ahogy ő sem. Jó, tudom, ezt nem lehet megoldani. De a legrosszabb az úgynevezett családi összejövetelek, ahol egymást színészkedve egymást stresszelik az emberek, és lehet tavat temetésnek hívni, lehet lakodalomnak hívni, lehet akármilyennek, mindegy, hogy milyennek, de a kétszínűség szintjén csak mindenki megbetegszik. Tehát mindent olyat kerülni kell, ami az én aura teremet gyengíti, blokkolja. Elmondani könnyű, mondja. Bizony, rám is nagyon sokszor. Tehát is azt mondtam, hogy Kecskemét tájká, hát én visszafordulom. Hát az úton alig lehet látni. Legutóbb is így jöttem Gibraltárról, meg kocsival, ugye Bécstől mindig esélyt szokott fogadni. És az ember alaposan megérzéseire, és ez volt a negyedik már, illetve a harmadik, negyedik után volt, 2 nap múlva. Gráci megyek le, zuhol az eső, és mindenki rohan, mint az őr, csak a köd gumnyakot lehet látni. Mondom, itt ebben a benzint tudok bemenni, egy uzsonát, a tankot, két pénet. Ez volt a szerencsém, megérzés van. Fél múlva jövök ki, oszlopál. Az Audi fölment a helyre, darabok ölt le. Pont előttem lett volna, ugyanígy úton, amikor Gencsből, az meg a Pallo volt rosszul kötve, arra megyek, és nem hallgattok a lelkem szavára utána, hanem azt mondom, megyek arra, volt abban az érzésem, hogy a hálóban az a jó, akkor pont rándorult volna az összes Pallo, rándorult volna. Tehát meg kell próbálni az embernek a lelkével olyan harmóniában lenni, hogy pillanatokon belül tudjon a saját belső hangját meghallani. És akkor tudja azt, hogy na, én nekem most utazom, nem kell több étel, délbe néztek ott rám, Szentgyörgy után van egy nagyon jó étel, nagyon főnek, nem? Nem mondom, nincs esem, most elvédel nem kell, fél kettőnek később voltam már. Kérek egy nagyon jó rostos sült, csipetszombat, és csak tejfölös ugorok a salát. Így néztek rám. Hát mondom, ez nem igaz. De jó eset. Tehát amit az ember érez, nem áll úgy, hogy az asszony megfőz hétfőn, és azt hiszi a család vasárnap. Mert ne hír rá! Nem. Mikor mi? Én azt legfeljebb azt mondom, hogy csinálni egy alapot, és csinálunk hozzá egy ilyen körületet, olyan, amikor mi. Tehát csak ez egy változó. És ha éppen nem esik jó, akkor ne legyen más, csak igyon valami, mert a lelke azt kéri, mert fáradt, mert blokkolt, és mérgezi a szervezetét, és azzal tovább az egész aura terét.
De egy másik kérdés, ugye szóval ma is, hogy megígérni, ott se szóltam hozzá, nem szóval. Na, lényeg az, hogy vita, még a fontosabb a meridián, az aura tér. Számtalan eset bizonyítja, hogy amíg az a meridiánt nem teszem rendben, addig az aura tér ugyanúgy visszatöltik óvassal. De az, az aura teret is. Egy példát mondok rá. 50 éves rokkant, kilogormonémiás, depressziós nő, akkor nem volt nála második két kezem. Doktor, magas lázamban, hányok, hasmérésem van, vérnyomásom felszökött. Hát mondom, mit csinál, mondja, van, sosem tudok magas vérnyomásra. Megnézem, van egy vírusa. Na mondom, mindent le, bugyit is le. A meridiánokat kézzel, gondolattal lemasszírozva az ember, és közben az aura teret is kitakarítva, előbb, hátul, végig, egy fél óra, sem háza, sem hangere, gyógyszer se kellett, sajnos mégis, vérnyomás is rendben volt. Miután helyére tette az ember, mivel ő nem volt ereje a gondolat, nem az én képességem, nem. Kommunikált, 30 éve ismertük már egymást, kommunikálni tudott az ő lelke, az én lelkem, és a kézen át azonnal átvette azokat a gondolatokat. Minden embernek meg kell tanulni önmagával kommunikálni, és akkor önmaga már helyre tudja maga tenni. Itt van. Barátommal találkoztam, ősövele volt. Jó. Passz. Jó. Erre mi a fene? Elkaptam egy szem ősömet. Na mondom, ilyen nincs. Vezetek, hogy Timi várj engem, ömlik az eső, nem látom. Nem baj, már kitisztul, egy kis esőt teszünk rá. Gondolatban, eldobva. Gondolatban, eldobva. Aura teremet meg kell tanulni mindenkinek, itt akkor itt van. Nincs. Semmi. Tehát az a lényeg, hogy önmagamat kell, nem bepánikolni, nem félni. Tini tudja, nekem annyi betegségem volt, van, mint a közvetlenül összes betegének. Ezért az összes lámpakezelés is mindig magamon gyakorolom be. És amikor egy újat kapok, akkor hálát adok a Jóistennek, mert tudom, hogy legkésőbb három nap múlva egy olyan beteg jön, amit meg kell gyógyítanom, de magamon kell megtanulnom most. És így gyógyul. Ez nem bukatörés, ilyen is van. Mind a kettő eltörő vagy más. De olyan is, amolyan is. De a lényeg az, hogy a gondolattal kell gyógyítani. De nem úgy, mint mondták anno 9 évvel ezelőtt, hogy ennek már minek egy kocsi. Új. Hát most magadról beszél. Igen. Tehát hogy is mondjam, a hozzátartozó a legkórosabb, legrosszabb. Aki szeretettel féltve, még a levegőt se engedi a hozzátartozónak lejutni, nemhogy beteg legyen. Nem kell a vádon nézni. Az csak egy kimerülés volt, amikor a mentő így volt, az infarktuson, amikor itt mi zavar volt. Na jó, mindegy. Tehát lényeg az, hogy ha azt nézzük, egy cukorbeteget úgy tudjuk meggyógyítani, ha először is nagyon fontos az étrendet betartani, de nem a hagyományosat. A hagyományos 30 éve ezelőtt keltődött, és attól legalább biztosan lehet beteg lenni. Nagyon fontos a nyomellenek rendvilága, nagyon fontos nem főzelék, hanem párod, vagy nyers, turmixolt zöld étel, amivel a vékonybalat belet kell lekucolnom, mert azzal bejut az összes nyomelem, mert letisztul. És másik, a vékony bélen át méretlenítve a szervezet, felszabadul a vese. Mondok egy súlyos történetet, négyszer kapott el a vírus január tájékán, amikor az áramlőnöm rám nézett, és azonnal lekapta a vérnyomást. Kiderült, hogy a vesén elment azonnal egy üvesekezés állapotára. A kollégák mind akartak küldeni, mondom, igen, nem küldenek korábban. A 30-as idők trükkjét vettem elő.
napokon át, és utána még sokáig, csak turmixolt nyers zöldet ettem, kefir és ilyesmi, lehetett hús és ilyesmi. A bélen át méregtelen étődve a vese feszedből levittatása, mert a vese tovább nem lehet gyögönyözni. 3 hét múlva a csecsemőnek nem volt a jó vese funkció. Pedig kontrollált volt az a kóros lelet. És a lényeg tehát az, hogy az ember a hitét soha se adja fel. Soha se legyen begazolva, hanem tudja, hogy van megoldás, ez csak egy feladat, amit meg kell oldani. És mindent meg lehet oldani, ha úgy érzi, hogy a lelkének van még feladata. Vagyis, hogyan lesz hosszú életű az ember? Ha nem mondtam még, mert olyan szépen figyelnek, elmondom. Akkor ez a legjobb, ez a terjedős gondolat. Ha a lélek, aki feminin, női, az ego, amelyik maszkulin, szerelmi kapcsolatba kerülnek. Mit jelent ez? Nem nevetség. Azt mondják, az állam békéje a család egysége. Nem igaz. Le kell menni az atom szintig. A jobb vagy félteke, a lélek, ismerje el, hogy a feminin, tehát a maszkulin férfi, amit ő ötletnek ad, az becsülettel jól megoldja. Az ego pedig ő becsüli és tiszteli a feminin nőt, mert mindig jó ötletei vannak. Ugye ezt jelentik egy házasságon belül. Ugye elismeri az egyiknek a másiknak az igazát, de itt ezen belül is, így Henyi Kristály lámpa kezelésnél is, legtöbbször azt csináljuk, hogy az egységet és a harmóniát hozzuk a két agyfél között meg. És az a lényeg. Ha ez a harmónia megvan, akkor a lélek dönt. Nem kell új porhüvely, mert ezt a programot ebben a porhüvelyben is végre tudom hajtani. Mert megvan hozzá a feltétel. És akkor nem öregszik, és nem van meg. Tetszik érteni? Ennyi az egész. Vagyis mi a lényeg? Az öregedés ellen egyetlen gyógyszer van, az igazi, tiszta, mélységes, őszinte, valóságtartalmú szerelem. Így is, úgy is, ha veszünk. Csak azt tart mindenkit fiatalon, ha harmóniában van a kozmikus világgal, és fel tud töltődni. Akkor te kérdezni valami? Én annyit szerettem volna kérdezni, hogy miután lejár lassan az időm, hogyha valaki szeretne tőled kérdezni, akkor ennek a lehetőségét adjuk meg. Szeretne valaki valamit mondani, kérdezni, hozzátenni. Én azért nem szóltam egy szót sem, mert nagyon jó téged hallgatni, és kiszerettem volna, hogy minden beszélni. Azt mondanám, hogy nem a cukorbetegség, de minden betegséget úgy kell gyógyítani, megközelíteni. Nagyon régi tapasztalatom, hogy is mondja, a Viki tanár megkérdezte egyszer, hogy mit tanultam, mint bentőgyász orvos. Mondom, jobban megtanultam a mélységet, természetgyűjeszként. És utána hívővé a tapasztalatok adtak. Nem voltam hívő, például bioenergiából sem, amíg nem tapasztaltam a konkrét tényeket, hiába támadják, és hit nélkül nincs gyógyulás. Hit nélkül nincs gyógyítás, és hit nélkül nincs élet. És a fiatalság egyik titka valóban az őszinte, tiszta szeretet, ami azt jelenti, hogy nem várom el a másiktól ezt és azt, mint az egyik előadója beszélt, hanem csak annyi, jó, hogy vagy. Csak ennyi. Nem akarom átformálni. Jó, hogy van.
A szeretet, hogy van. Ott lélegzik. Van. Tudjuk ezt a szeretetet? Legtöbben birtokolni akarunk. Formálni akarunk. És hát ezért vagyunk betegek. Köszönjük szépen. Orvosilag is rengeteg módja van rá, például a dobozi prof Szegedről szereti, ha az epét minden reggel jól meghúzzák, és olyan 40-50%-os a gyógyulás. Tehát az epét meghúzó étel kell, először is ez alatt a vékonybél letisztul, és akkor már gyógyul. Gyakorlatilag. A másik, feltétlen fontos, nagyon jó orvosi módok is vannak, azok, hogy van kisebb-nagyobb eredménye. Én azt mondanám, hogy a hámnak az egyik a legfontosabb életben tartó eleme a cink. Na most a cukorbetegségnél is nagyon fontos a cink, mint inzulin képző, de a legtöbb betegségnél, mert a cinket egy olyan 70 enzimnél nagyon fontos, tartja a szervezet fontosnak, mert a külső elektronhéján van két olyan elektron, amit könnyen lehet választani az önökségében. Tehát például a szentgyörgyi Krebs körön, amikor lebontja az energiát a cukor körön, a C-vitamin, mint a professzor mondta, szentgyörgyi professzor, két elektron felvesz, csak azt nem tudja honnan, és ahol látja. Szegény előtt írhattam volna neki, megkóta magát, ez a cink. Atomfizikusok bizonyították, cinknek ez a kiszakítási energiája egyezik az adenozin monofoszfát, difoszfát, trifoszfát, az ATP, tehát az anyagcsövek. Most ha én vékonybél hurúton van, most általános betegségről beszélek, akkor kialakul eleve, ahogy Hippokratesz mondta, hogy a beleg a halálban, valóban ne üt be a vasló kedve, cintő kedve nyomelemek semmi sem, mert nem tud felszívolni. Vagyis egy nagyon idős betegtől tanultam, aki ilyen görbén, sose volt panaszat, a turmixolt ételformát tudom javasolni. Majdnem mindenkinek, akinek stressze van, cukorbetegnek pláne. Le kell pucolni a vékony bélfalát, a bélfalakat mind, valamint a turmixolt mikroszkópos részekben, nyers zöldben, tud a normál bacinek telepedni, és a svájci módszerrel túlnövi a kóros klamídiát, hogy egyébet. Tehát a feltételek másabbak. Harmadszor meg méregtelnétek a bélen át, és az azt jelenti, hogy a vese tartalmazza a kínai tan szerint az öröklött energiát. Mennél több nyörös zöldhöz nyúlok, annál frissebb vagyok. Tehát így jön helyre a dolog. Tehát összességében akár ízületi. Tehát a betegek már nem tudják, 30 éve előtt néztek rá, ma már 100-ból 2 beteg a vírussal is jön be, automatikusan, van, hogyha semmi gyógyszert nem kér, csak egy táplálkozási utató. Ezt van belébe, pontosan az egyéniségére, és gyorsan gyújjuk, mert a vékony bélbe terepszik meg a vírus is. Miért? Mert a stresszek meggyöngítik azt a körülményt, és a bejutott vírus már nem mosolyt kezdet, sem kézfogás után, sem kilincsfogás után, és legalább 1 millió korokozót viszünk be, stb. És akkor rájszünk és bejött. Ne védsebb feltűnése. De a többi, tehát ha azt mondjuk a vékony bél, valaki depressziós, fáradékony. Most nem csak azért, mert az ATP képződési nyomára nem ülő meg ilyesmi, hanem azért, mert a vékony bél tartalmazza a szellemiséget is. Az dönt, hogy mit kell a szellemnek, minden, akinek az jó, azt tud dönteni agyilag is. De a szívnek az őre is a vékony bél, hogy nem tudják beállítani a ritmuszavarát a betegnek, a kórház. Beállítjuk egy ilyen étrendre, megtűnik a ritmuszavara, mert a vékony bél rendbe kerül. Tehát, de a másik a lelki oldala. Egy életvitel és a táplálkozása fontos, és az ital. Na most az ital azért megint nagyon nehéz kérdés, egy kandidatúra tartalmazza, az ősember azért volt egészséges, mert ő Linné ismerte Prométheuszt. Ugyanis az első betegség a főtétel, a második betegség a cukor volt, hogy föltalálták, jobba forgott, hogy balra kell. Az lerakódik, nem emészve, a sejtfalba.
és Bruce Lipton professzor bizonyította, hogy a sejtnek a sejt a maga az esze, nem a maga az esze, hanem a sejt fal, hogy a receptorok kiválódnak. És ez elmerevszik. Ha az elmerevszik, a sejt nem működik jól, eleve krónikusan betegek vagyunk. Tehát ez egy bonyolult kör, meg kell tanulni egészségesen élni. Én azt szoktam mondani, az ősember vagy a mamut űzte, vagy őzte a mamutot, csak nyersen nevet. 96 éves, mellrákos, cukros, vérnyomásos, inzulinos nénikék besérték és teljesen helyre jöttek egy év alatt. 2 liter vagy tea, vagy víz, és túlviszonyú meg benne jó marék saláták, nyersen. És fél óra alatt rendeződik, neki, ősembernek volt rá, hogy nincs ideje, hogy napi 4 kiló nyerset egyen. Se ideje, se pénze. De ennyi fél óra alatt rendeződik, hogy az rendezett vízstruktúrával 70% vízünkből 60 rendezetnek kell lenni hidrogénit, oxigénit. És akkor tud a szervezet mire teríteni? Nem úgy van, hogy iszom. Nem. Tehát azt sem beszél mindegy, tehát órákat lehetne beszélni erről, de a gyógyuláshoz kell először, és még egyszer mondom, lelki egyensúly. Meg kell teremni a belső harmóniát, lelki egyensúlyt, kell egy megfelelő mozgásterápia, mert maga miért tanítem, magam a hátradobott gerinc mentén negatív energiákat kidolgozom egy kis kocogással, puha erdei talajon, és nem lesz gerincsér, meg ilyesmi belőle, meg az izom megerősödik és tart, de amúgy is méretlenül az ember. Nagyon fontos, én nem tudok jogázni, de azt is tudom javasolni valakinek, hogy jogázzon, meg az, aki ki méretteleníti magát lelkileg, testileg, szellemileg. És hát úgy kell táplálkozni a különböző formákat, amellett nagyon sokat fontos, hogy a természetben legyen az ember. Erről is tudnék példát mondani, X hasonlókorú emberke, máig is friss és fit, azért mert mint dolgozott, mint tanár, hétvégeken a családjával 70 km túrázott, most a nyugdíjas csak 30-at. Teljesen jó van. Teljesen jó. Tehát a mozgás a szabadban. A szabadban. Őségek azért voltak egészségesek a 700-as időkben, de az átok török rákényszerítette, hogy ott éljenek a szabadban. És tornáztak karddal, meg egyébben, ahogy jött. Tehát minden jóban van rossz, és minden rosszban van jó is. A számítógép nagyon jó, és nagyon rossz is. Annak idején mezitláb fociztunk, ma már... Minden jóban van rossz, meg minden rosszban van valami jó. Hát most nem tudom, ez most melyik részen, én most sajnálom, hogy vége van ennek, de vége kell, hogy legyen. Mert megyünk tovább. De miután úgyis itt leszel még. Na, még rájövök. Miután szombatére nem most fogsz ebből különben. Nem, majd holnap reggel, mert ott a szállásról megszálltam, ahol örömmel lesz körbe, és már másodszor vagy harmadszor vagyok ott. Nem igen van itt ennyi rendőr kocsi. Ja, értem. Jó, rendben van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen messzire.